Kívüli helyzet kezd kialakulni a budapesti utcákon, van, ahol már napok óta nem viszik el a szemetet, sokan pedig a hulladékszállítás összeomlásáról írnak. A szemétszállítók ma sem vették fel a munkát, Karácsony Gergely kora reggel ugyan próbálkozott munkára bírni a dolgozókat, de érdemi ajánlatot nem tett, így folytatódott a sztrájk. A főpolgármester a katasztrófavédelemtől kért segítséget. A Fidesz úgy látja, bebizonyosodott Karácsony Gergely alkalmatlansága Budapestet szemétkáosz fenyegeti. Budapest több kerületében napok óta csordultig megtelt kukák sorakoznak az utak mentén. A fővárosban dolgozó szemétszállítók azonban nem hagyják abba a sztrájkot, ami kedd reggel kezdődött. Ez volna a dolga! Nem az volna a dolga, hogy mi fogjuk itt rúgni! Hát rúgjanak ki minket! Bevállaltuk, végig fogjuk csinálni! Leáll a szemétszállítás Budapesten, fellázadtak a kukások, számolt be róla elsőként a Blikk. A lap felvételeket is közölt a megmozdulásról. Ezen többek között az látható, amikor a dolgozók elzavarják azt a szakszervezeti vezetőt, aki kirúgással fenyegette meg a sárga mellényeseket arra az esetre, ha nem vennék fel a munkát. A Blikknek nyilatkozó egyik dolgozó akkor azt mondta, egy fővárosi cégvezető korábbi nyilatkozata verte ki a biztosítékot a munkatársainál. Valamelyik tévéadón, hogy ott nyilatkozott valaki, hogy mi átlagosan keresünk 500.000 forintot és 400.000 forintot, hogy naponta keresünk 5.000 forint borravalót, ami nem igaz, nem fedi a valóságot, mutattam a bérpapírt is, nagyon alacsony a bérünk, 220-240.000 forint ez a nettó bérünk. A kezdeti fejleményekről a Telex is beszámolt. A balliberális portál a milliárdos Márta Imre kukásautó vezetői megmozdulásán volt jelen, de érdemi béremelést a fővárosi közműholding első embere nem ajánlott a munkavállalóknak. Helyette, ahogy a Telex fogalmaz, gúnyos tapssal fogadták a fővárosi kukások a kukásautóval érkező vezérigazgatót. A Metropol a tárgyalást követően lencse végre kapta Márta Imrét. A portál videójában az látható, amint a fővárosi cégvezető behajtotta az FKF telephelyére egy kukásautóval, majd a tárgyalások végén luxusautóval távozott. A kezén a Metropol szerint 2 milliós luxusórával. Annak ellenére, hogy a közterület fenntartó a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő cég, Karácsony Gergely sokáig hallgatott. A sztrájk megkezdése után 10 órával azt írta, a megélhetési válság, a szociális krízis megérkezett Budapestre. Majd témát váltott, és szerda reggel már a pedagógus bérekkel foglalkozott, ami nem fővárosi hatáskör. Csütörtök hajnalban végül a főpolgármester is elment a hulladékrakodók telephelyére. Erről összesen egy 25 másodperces videóban számolt be. A felvétel rossz minőségű, csupán annyi hallható rajta, a főváros megbecsüli a dolgozóit. Most azt adjuk oda, meg azt ígérjük, amit meg tudunk. A kukások reakciójáról azonban már nem posztolt a főpolgármester, viszont írt egy levelet a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak még szerdán. Ebben arra kérte őket, szedjék össze ők a budapestiek szemetét, tudta meg a Magyar Nemzet. Az Index később a levelet is nyilvánosságra hozta. Karácsony Gergelyről végérvényesen bebizonyosodott, hogy alkalmatlan, megbukott, mint főpolgármester. Törvényi feladata a fővárosi önkormányzatnak a hulladék elszállítása, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Wintermantel Zsolt a kialakult helyzetről úgy fogalmazott, Karácsony Gergely szokásához híven Don Quixote-ként szélmalmokkal harcol, olyan problémákat kreál, amelyekkel a kormányra lehet mutogatni. Azt kérem főpolgármester úrtól, végre egyszer, az életben csak egyszer vállalja a felelősséget, végezz el a dolgát, állapodjon meg a dolgozókkal, és vigyék el azt a szemetet, amelyet a budapestiek megtermelnek, amelynek elszállítása az ő feladata, amelynek megszervezésért ő a felelős. Végre egyszer ne másra mutogasson. Eddig minden főpolgármester meg tudta oldani, hogy elszállítsák a szemetet, válaszolta Karácsony Gergely főpolgármesternek a budapesti kormányhivatal főispánja. A Magyar Nemzet által megismert válaszlevélben Sára Botond emlékeztetett. A hulladék elszállítás, mint közszolgáltatás, a fővárosi önkormányzat kizárólagos hatásköre, tehát a főváros feladata.